Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Mielőtt keverném a kártyákat és kivetném ezt a jóslást, szeretném megemlíteni azt, hogy minden hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. És minden hónapban van egy bizonyos téma, amiről beszámolok, azon kívül mutatom a havi angyalt, és minden hónapban van egy asztrológiai előrejelzés, és egy kedvezményes jóslás indiai asztrológiával együtt. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható egy szerencsés fordulat, vagy talál valamit, ami szerencsét hoz neki, ott van az útjában ez a szerencse, de lehet egy jó ajánlat, vagy változások. Itt látható a kutya, ez jelenti a hűséget, ő hűséges hozzád, azon kívül megbízik benned, szerencse van, és ő boldog veled. Hogyan érzi magát? Hát nem volt könnyű időszak, hiszen a múltban voltak itt viták és veszekedések, itt látható a bosszúság, de megoldja ezt a helyzetet, hiszen látható a gondolataiban, hogy új irányt választ, hűséges hozzád, és a baráti kör szintén fontos, elgondolkozik azon, hogy kiben bízhat, vagy kiben nem. Lehet, hogy ez a bosszúság a baráti kört illeti, és emiatt kicsit csalódott, de látható itt a tartása, hogy minden úgy lesz, ahogy ő itt alakítja a dolgokat, megvan a magabiztos fellépése. Mit fog tenni? Itt látható a ház. Ez jelentheti az otthonát, vagy jelentheti a környezetét, esetleg a családi kapcsolatokat. Itt látható a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, ezért van ez a bosszúság, és nem bízik mindenkiben, de ez a tolvaj el tud távolítani negatív dolgokat is, mint például ezt a vitát, ezt a veszekedést, és akkor meg lesz a nyugalom, itt van az öröm, a hűség, és a ház azt is jelentheti, hogy meg akar látogatni téged. Mivel a tolvaj eltávolít valamit, az is lehet, hogy ez a ház fog eltávolodni, és akkor az egy költözködést jelent. Mi fűz össze benneteket? Itt látható az állandóság, tehát itt kialakul egy stabil párkapcsolat. Az is lehet, hogy egy ingatlan eltávolodik, hiszen a tolvaj ezt is el tudja távolítani, és lesz egy új otthon. Előfordulhat az is, hogy itt látható a szerencse, hiszen lesz egy stabil párkapcsolat, esetleg tervezi azt, hogy összeköltöztök. Valami bosszantja őt. Itt látható a tolvaj. Előfordulhat, hogy elloptak tőle valamit. Megvan a tartása. Ki akar veled együtt építeni valamit? Itt van az állandóság, tehát egy stabil párkapcsolat.
itt új irányba tekint, ami szerencsét hoz számára, és itt látható, hogy hűséges hozzád, megbízik benned, de ami a baráti kört illeti, ott azért majd elgondolkozik azon, hogy kiben bízhat, kiben nem. Lehet, hogy elloptak tőle valamit, és ezért olyan bosszús valakire a baráti körben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!